Én belenéztem a távcsőbe, és megnéztem, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak melyik a legtávolabbi bolygója, és én önt láttam. Azért... Öntől én vagyok a legtávolabb, azt igen. mondja? Igen. Igen? Igen. De miben? Ön homoszexuális kapcsolatban él. Ön egy baloldali aktivista. Én egy heteroszexuális kapcsolatban élek, ráadásul tradicionális heteroszexuális kapcsolatban, amit predesztinál a környezetem. Az életmódunk gyökeres eltéréseket mutat. És én azért kerestem meg önt, mert hiszek abban, hogy a kettőnk közti kommunikáció adja meg ennek a nemzetnek a kulturális nívóját. Mert ha mi le tudunk ülni, és érett emberként tudunk egymással kommunikálni, akkor szerintem nincs veszve semmi. Köszönöm a nézőnket, szervusztok! Kassai Lajos birtokán vagyunk, a Lovas Ilyász, így ismeri őt a szélesebb közönség. Nagyjából néhány hónappal ezelőtt vette fel velem a kapcsolatot, és hívott el magához vendégségbe, ahol egy igen jó napot töltöttünk együtt, rengeteget beszélgettünk, és ez adta igazából az inspirációt arra, hogy ezúttal a stábbal közösen jöjjek vissza hozzá, hogy rögzítsük is a beszélgetéseinket, mert azt gondoltuk, hogy érdekes lehet ez a szélesebb közönség számára is. Úgyhogy itt vagyunk most Kaposmérőn, tartsatok velünk, és ismerkedjetek meg Kassai Lajossal. Abba a helyben vagyunk, ahol 33 évvel ezelőtt egy megvadult ló befutott velem, a faluból jöttem, én alig tudtam lovagolni, a ló nem volt belovagolva, és hát ez a legrosszabb páros, és beszaladt a völgy belsejébe, ami egy zsákutca, onnét nem volt hova futnia, és nekem egy ilyen nagyon erős hazatalálás élményem volt, tehát hogy megérkezte. Először is a halálfélelmet egy ilyen csodálatos érzés váltotta át, hogy ez milyen szép ez a hely. És én attól kezdve rendszeresen jártam ide a völgybe. Aztán, mikor már egy szorosabb kapcsolat kialakult, akkor úgy gondoltam, hogy meg kell keresni, mert ennek a területnek van gazdája is, ez az állami gazdaság volt. Ez a kommunizmusban volt a rendszerváltást megelőzően a 80-as évek végén. Megkerestem az állami gazdaságot, és megkértem őket, hogy én ezt a területet szeretném bérelni. Kinevettek, hogy ez mezőgazdasági megművelése alkalmatlan. Somogyban akkoriban, ami nem röfögött, vagy nem kellett kapálni, az olyan méltatlan dolog volt. Hát ez sikerült egy bérleti szerződést kötnöm, és 33 éve vagyok itt, 33 éve építgettem ezt a rendszert, és hát jelen pillanatban itt tart. Azt tudom mondani, hogy kész van. Azt tudom mondani, hogy 60 éves koromra sikerült azt elérnem, hogy minden itt van ahhoz, hogy egy nagyon magas szintű oktatás meg tudjon valósulni. Ugye az, hogy egy harci művészeti iskola jött létre, ez azért jött létre, mert én fölismertem a terápiás lehetőséget a lovasi jászat olyan irányú megközelítésében, hogy a lovasi jászat nem a cél, hanem egy eszköz. Én rettenetesen introvertált gyerek voltam. De borzasztóan, tehát nekem egy kiló kenyeret kérni, fogyott a sor, és mikor odaértem, hogy kinyökögjem, hogy kérek egy kiló kenyeret, kiszáradt a szám, borzasztó dolog volt, nagyon nehezen ment. Azért inspirált ez a dolog, mert én ebből az introvertáltságból mindenképpen ki akartam törni, és a lovasi jászat, a bemutatók, a versenyek egy jó lehetőséget adott, és szépen lassan azt gondolom, hogy fel tudtam oldani ezt a belső feszültséget. Nekem semmi érintkezési pontom nem volt a korral. Én egy népvándorláskori ember vagyok mindenféle tekintetben. És édesanyám, aki mindig az új technológia ütőerén tartotta a kezét, azt mondta, hogy a mezőgazdasági gépszerelés, ebben van a jövő. És fiam, te úgy érdeklődsz ezek iránt, a dolgok iránt. És én elkerültem Tolna megyébe Tamásiba, mezőgazdasági gépszerelőnek, de nem volt szállás, és egy munkásszálláson laktam. Az én szüleim értelmiségiek, a nagyszülők, mind a két nagyapám a keleti fronton harcolt, és az atyai nagyapám az felderítő volt, hivatásos katona. És a vasárnapi ebédekkel rendszeresen vendégeskedett a püspöki kar. Tehát egy volt egy szint. A munkásszállás
gyakorlatilag a társadalom alja lakta, a csírások és a farosok. Csírások, akik a marhaistálóban dolgoztak, és ők lapátolták a szart, a farosok meg a vetőgép mögött álltak. Ezek többségében cigány ember volt, de mindenki alkoholista volt. A fűtés időszakos volt, tehát hétvégén leállt a fűtés, és akkor gyakorlatilag mínuszfokok voltak a szobában, és hogyha ott kellett maradnunk, akkor az egy nagyon komoly túlélő táborra alakult. A szobatársamnak szétfagytak a veséi, amitől bevizelt. Úgyhogy ezt a munkásszállást a húgyszag, a cigarettafüst és az alkoholgőz vonta be. Néha ránk törték az ajtót, kirángattak bennünket a folyósóra, és könnyen meg tudták tenni, mert én egy kis vékony éhen kórház gyerek voltam akkor. Viszont ha nem ittak, akkor nagyon rendesek voltak, és adtak a marhaistálóból friss ellefej tejet, amit kancsóba hoztunk el, és a tetején ilyen vastagon volt a tejszínhab, adtak töpörtyűt a konyháról, és végül is én nem éreztem a sanyarúnak a sorsom. Tehát annak ellenére, hogy a jelenlegi körülményekhez képest ez egy rossz körülmény volt, én teljesen megvoltam ezzel a helyzettel. Igen ám, de én kitűnő tanuló voltam, színötös voltam mindenből, és a tanárok elkezdtek utána érdeklődni, és amikor megtudták azt, hogy én ezen a munkásszálláson lakok, akkor egy mentőakcióba kezdtek, hogy kiszedjenek onnét ezt a szakmunkás gyereket, és egyetlen egy olyan szálláshely volt a gimnazista kollégium, ahova engem betettek. És nekem már akkor voltak ott a gimnáziumban barátaim, összeköltöztünk, kialakult egy barátság, mikor belépett a kollégiumi nevelő tanár, és azt mondta, hogy szedjem össze a cokmokomat, és takarodjak innét, és egy szakmunkás ne rontsa a levegőt a gimnazisták között. És akkor engem átraktak egy üres szobába. És ezt követően mi történt annál? Hát én elvégeztem vörös diplomával ezt a képzést, és az a tudás, amit én összetettem, lehetővé tette azt, hogy én saját íjat tudjak magamnak készíteni, saját nyerget tudjak magamnak készíteni, föl tudjam építeni ezt az egész rendszert, amit itt látnak, mert ez minden kétkezű munkával jött létre. Az én életemnek van egy kettőssége. Az egyik az, hogy egy világbirodalmat építek. Egy világszervezetet gyakorlatilag. Ami, élő háttérhatalom itt velem szemben. Így van, ami a lovasiászatot jelenti mindenképpen, mert én a világ minden részén tanítok. Ugye Szaúd-Arábiában voltam talán februárban, és a szaudi király meghívására a World Cup-en vettem részt. Ez a világ legnagyobb róverseny, ahol 30 millió dollárt osztanak ki egyetlen egy napon. Engem ott bemutattak két hercegnek, ezek a protokollok számomra nem sokat jelentenek, és kimentem a sivatagba, ahol engem mindenki ismert, 150 kilométerre Riadtól, mert a YouTube felvételeimet nézik, és elkezdték a lovasiászatot rekonstruálni. Az, hogy országok között ilyen nagyon jó kapcsolat van az oroszokkal, a kínaiakkal, tehát így indul létre, én ezt birodalomnak nevezem, mert nem egy sport megy, hanem egy kultúra megy. Tehát a magyar kultúra megjelenik a világ minden részén, és ez a völgy ennek a központja jelenleg. Hogy ennek a magyar kultúrának a 21. században adaptálható, tetsző dolgait viszik tovább, olyan sikerrel, hogy ez gyakorlatilag ma már a világ minden részén gyökeret vert. De ami miatt beszélek erről a birodalomról, az, hogy miközben valójában épül egy nagyon nagy rendszer, én a saját életemben megpróbálok a legkisebbre összehúzódni, hogy nálam egy cserépkályha van, egy 5 méterszer 10 méteres, ez egy kis mézeskalács ház, négyen élünk itt, és az én személyes teremet megpróbálom a komfortzónámat úgy összerakni, hogy az a státuszom alatt legyen. Érti? Mert egy nagyon nagy problémát látok abban, hogy az életmóddal valami státuszt akarunk sugározni. Én az ellenkezőjét akarom. Én a hétköznapokkal nagyon szoros kapcsolatban akarok lenni. Az Anteusz legendáját nem tudom ismerje. Heráklész vagy Herkules le akarja győzni Anteuszt, és sehogy nem tudja, és akkor kérdezi a bölcseket, hogy mit tehet, és mondta, hogy az anyja a föld, emelje el a földtől. És elemeli a földtől, mert a földtől kapja az energiát, és akkor legyőzhető. És én ezt látom, tehát amikor elszakadunk a földtől, és értse
ezt, amikor elszakadunk a természettől, amikor elszakadunk a valóságtól, amikor elszakadunk ettől a fajta természetességtől, akkor nagyon sebezhetővé válunk. Igen. És a kultúráknak is ez az alapproblémája, hogy már úgy nagyon, nagyon fölemelkedtünk. Tehát egy kicsit nagyobb távolságban vagyunk, mint lehetne. Én meg az egész életmódommal próbálom ezeket a gyökereket tartani. Én nagyon szociálisan, nagyon érzékeny vagyok, és amikor ez elkezdődött, én azt mondtam, hogy én ingyen fogok tanítani. Azért fogok ingyen tanítani, mert nekem megadatott az, hogy én abból éljek, amit szeretek, és ezért áldozatokat kell hozni. Tehát volt egy ilyen vonás is. A másik pedig az, hogy miután itt született meg ez a sport, mi magyarok legyünk ebben a legjobbak, és én a legjobb tudásomat akartam úgy átadni, hogy ne okozzak anyagi terhet senkinek, mert van, aki ezt meg tudja fizetni, van, aki ezt nem tudja megfizetni, és sajnos be kell valljam, ez a 30 év ez kontraproduktív lett, tehát egy ilyen proletár légkör alakult ki. Nem úgy... Az mit jelent egy proletár légkör? Hát az, hogy amikor arról volt szó, hogy valamilyen ruhát csináljuk magunknak, akkor megnézték, hogy melyik a legolcsóbb kínai. Tehát, hogy úgy lefele mentünk. Tehát nem az elegancia irányába mentünk, nem az nemesség irányába mentünk, hanem úgy az anyagi komfortzónán belül. Még olyan emberek is, akik megengedtették volna maguknak. Miután ingyenes volt a dolog, a szülők teljesen természetesen vették, hogy a gyerekeket ingyen tanítom. Elég volt nekik egy ingyenes edzőtáborba letenni a gyereket a parkolóba, az edzőtábor végén, anélkül, hogy egy gesztusuk lett volna. Tehát ilyen sutyerákság, egy sutyerák légkör volt, egy olyan légkör volt, amit én nem nagyon szerettem. Nem szerettem a káromkodást például. Ha megnézi ezt a helyet, azért ez egy stílusos hely. Megépítünk egy ilyen lovagtermet, és úgy beszélünk itt, mint a kocsis, akkor van egy kontraszt. Hát akkor hozzuk föl, akkor most már van egy stílus, van egy infrastruktúra, ami körülvesz, akkor vegyünk már föl olyan ruhát, ami elegáns lesz. Tehát mindig valami, ami lemaradt, azt én próbáltam föligazítani. Ugye két egyetemen tanítok, a Testnevelési Egyetemen és az Állatorvos Tudományi Egyetemnek, mindegyiknek van egy hipológus, illetve egy lovas kultúra szak, és ugye ehhez jön hozzá a színművészeti, és én ezeket az embereket nem lesülyeszteni akarom a magyar kultúrához, hanem fölemelni. Hát ez egy nagyon jó kiképzőközpont, és Isten igazából ez egy olyan alkotóműhely, ahol meg lehet alapozni a történelmi filmeket. Tehát ez kár. Itt nagyon sok lekötetlen vegyérték van még mindenféle téren. Egyszer felhívott a Vinyászki Attila, úgyhogy mi nem ismertük egymást, hogy ő rendez egy darabot Attiláról, és az egész stábot szeretné ide lehozni. Hát mondtam, hogy nagyon nagy szeretettel látom, és úgy, ahogy volt, fölpakolt minden színészt, aki játszik a darabba, leértek. Ez Attila Isten Ostora című Így van, ez Attila Isten Ostora, és eltöltöttünk egy napot. Én bemutatót tartottam, jurtában ültünk, beszélgettünk, és megmondom őszintén, annyira elfoglalt voltam, hogy nem a premiéren nem tudtam ott lenni, hanem évekkel később, talán 7 évvel utána mentem, és akkor úgy mindenki köszönt a színészek közül, és nagyon hálásak voltak ezért az egy napért, mert volt valami támpont az életükben, amire tudtak támaszkodni. És miután volt az Attilában nekem ez az élményem, én azért kerestem meg, hogy tényleg kezdjünk el valamit, itt egy ilyen alkotó műhely van. Megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy most itt a színművészeten is. Egyáltalán szerintem a színészeket ilyen irányba kellene képezni, ez egy teljesen nyitott iskola. Jönnek is, tehát most már elértünk arra a pontra, hogy színészek megkeresnek, és egy adott szerepre itt fölkészülnek. Mindent meg tudunk csinálni. És akkor gyakorlatilag az, hogy a Kassai iskolába eljönnek a kaposvári színésznő vendégek, az mostanra már egy része a kurikulumnak. Én azt mondom, hogy ez idejében egy próbálkozás volt. Én mindenképpen szeretnék a diákokkal leülni,
ugyanis amikor fölveszik a diákokat, tehát ezek a diákok, akik itt vannak, ezek nem lovasiskolába jelentkeztek, hanem a színművészetire. És itt mindenképpen az ő hozzáállásuk rendkívül fontos. Tehát úgy lovas oktatást nem lehet csinálni olyan emberen, aki azt nem akarja. Hát a kötelet nem lehet tolni. Viszont vannak nagyon lelkesek, akik kiszögdöstek, kiártak, tehát elindult egy igazi jó kis műhely munka velük. Azt gondolom, hogy két nagyon komoly eltérés van az önök képzése meg a hely között. Az egyik az, hogy ez egy harci művészeti iskola, ami a harcos archetipusnak az otthona, és itt parancsok vannak. De ez a lovasoknál is nagyon fontos. Tehát nincs az, hogy legyenek szívesek, szálljanak le a lóról, és amikor valaki úgy gondolja, akkor leszáll, hanem a lóról vezényszóra leszállok a lóról. Ugyanis ezek a gyakorlatok életet menthetnek. Én nagyon sokat foglalkozok gyerekekkel, és a gyerekek már elérték azt a szintet, hogy önállóan tudtak lovagolni, és bementünk a völgy belsejébe. Mikor a két bivaj neki lódult, hogy belerohanjon a lovasok közé. Ezt a lovasok nem látták, mert háttal voltak a bivajoknak, ezt a jelenetet én láttam. És a lóra vezényszóra azonnal mindenki lepattant, mert ők már ezt tudták, és mire a bivajok odaértek, addigra már mindenki a talajon volt és fogta a lovát. Tehát mindaz, amit itt tanulnak, az lehet, hogy szokatlan abban az élethelyzetben, amiben önök élnek, de itt ezek életmentő fontosságú dolgok, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az utasításokat, van a kérés, van az utasítás és van a parancs. Itt általában parancsok vannak, amiket azonnal végre kell hajtani. Nézzük meg még egyszer, lóra. Tényleg nagyon gyorsan pattanjon le, és amikor leugrik a lóról, mindig legyen a fejében az a történet, amit az előbb elmeséltem, hogy ön nem látja, hogy miért kapja ezt az utasítást, én igen. Tehát amikor lóról vezényszó van, leszállnak a lóról. Ugye jól magyarázható a lovasi játszat, hiszen az a cél, hogy tökéletes harmóniába kerüljek a lóval, de amit valójában számomra jelent, az az értelem az ösztönök fölött. Mert a ló az egy ösztönlény, egy préda állat, egy menekülő állat. A ló egy összenyomott rúgó. Ha most valami váratlan esemény történne, akkor úgy képzelj el ezeket a menekülő állatokat, mint egy folyton összenyomott rúgót. És hogyha van egy olyan élethelyzet, akkor ők elpattannak ebből az állapotból. És ezt tudomásul kell venni, mert bármilyen jó képzettek, bármilyen társak, egy szokatlan helyzetben nem lesznek tekintettel a lovasra, hanem az életét menti. Képes az életét menteni egy szélben fölrepülő Tesco szatyortól, bármi előfordul. Ahhoz, hogy önökből lovasiász legyen, ahhoz kentaurrá kell válniuk, vagyis csipőtől lefelé egyé válnak a lóval, csipőtől fölfelé pedig az íjjal. És mind a ló, mind az íj gyakorlatilag az önök testrésze. Ez egy olyan lelki gyakorlat, ami eddig nekünk még nem sikerült, mert kicsit ilyen ütögettem a hangtálat, tehát én általában nem éreztem ezt a sugárzó energiát azoktól, akik a hangtálat használják, és nem éreztem azt a fogadó közeget, aki a lovon van. Jó? Próbáljuk ezt megvalósítani. Szép lassan, úgy. Elengedi a kezét, és most van az, hogy mint az olvadt csokoládé, a napon ráfolyik a lóra, egyé válik a lóval, és akkor most jön a hangtál. Méltóság, határozottság legyen abban, amit csinál. Egy energiát adok át.
több évtizede foglalkozik lovasíjászattal, és több évtizede propagálja ezt a tevékenységet, vagy próbálja fölhívni rá a figyelmet, és talán nem veszi rossz nem, hogyha azt mondom, hogy a Magyarország jobboldalnak egy ilyen rendkívül mitikus alakja, egy megbecsült alakja. Mégis azt lehet mondani, hogy a lovasíjászat azért nem vált a magyar gazdasági, politikai, értelmiségi elit sportjává. Mit gondol, miért maradt ez el? Én nagyon szerettem volna, hogyha azzá válik, viszont lépjünk vissza az időbe. 91-et írhatunk, amikor egy rókavadászatot rendeztek, és én ott bemutatóztam. Ennek a rókavadászatnak volt két vendége, Németországból egy gróf és egy grófnő. Én reggel 6-kor ott voltam az istállóban, elkezdtem takarítani az istállót, pucolni a lovat, ebbe szocializálódtam. Majd az istálló bejáratánál két ember sziluettje látszik, a gróf és a grófnő, reggel 6 órakor megkérdezték azt, hogy takaríthatják-e az istállót, pucolhatják-e a lovakat, és annak rendje és módja szerint nekiálltak, és 10 órakor megjelent az új burzsázia, hol a lovam? És akkor lehetett érezni azt, hogy baj van. Tehát baj van, mert ez a mi gazdasági elitünk, és most itt óriási tisztelet a kivételnek már van. De a nagy problémát nekünk az jelenti, hogy nem alakult ki réteg. Tehát egyének vannak, de nincs gazdasági elitünk, olyan gazdasági elitünk, aki nem belföldön működik, hanem hatalmas tőkét tud ide behozni. Tehát amik nagyvállalataink vannak, azok többségében külföldi tulajdonban vannak. Nem alakult ki ez a gazdasági elit, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem alakult ki a kulturális elit sem. És ebben 2010 után sem tapasztalt semmilyen elmozdulást? De igen, a helyzet romlik véleményem szerint. Miért? Tehát miért, hogyha egyébként azt látjuk, hogy van egy nagyjából végig kétharmados többséggel kormányzó parlamenti párt, látjuk azt, hogy van egy igen erőteljes szándék arra, hogy erősítsék meg a nemzeti konzervatív oldalt, azt a kultúrkört, ami ide sorolja magát, önt magát is egyébként ide sorolja a közvélemény. Miért maradt el? Tudja, mi az az eketal betegség? Teszem fel a költői kérdést. Az eketal betegség úgy alakul ki, hogy sokáig szántanak egy területet. És a talaj kötöttségétől függően előbb-utóbb, ahol az eketalp siklik az altalajon, ott kialakul egy zárvány, zömíti a talajt, és a két réteg közti mozgás az korlátozódik. Például, hogyha egy ilyen rekkenő hőségben van egy nagy nyári zápor, ami bőséges vízzel ellátja ezt a területet, ez a zárvány meggátolja azt, hogy gyorsan leszivárogjon az altalajba, viszont a tűzőnap gyorsan elpárologtatja. Tehát a két réteg közt szükség van az átjárásra a mikroorganizmusoknak, a gyökereknek. Most a magyar társadalom eketal betegségbe szenved, a kulturális rétegek között egy zárvány jött létre. Véleményem szerint, és ez az én véleményem, ez az én társadalmi képletem, hogy a jobb oldal alapvetően az altalaj mindenképpen a hagyományokkal való szorosabb kapcsolat, míg a felső szint, a felszín, felszínbe teszem én a liberális oldalt, ami inkább a nap felé, a csapadék felé fordul, mint lefelé. Most egy társadalomban az egy tragikus képlet, amikor ez az akatal betegség kialakul, és nem, ezek a rétegek nem átjárhatóak, gondolom ezt érzi. Tehát nincs átjárhatóság, nem hogy nincs átjárhatóság, hanem ez a két réteg egymásnak feszül. Tehát nekünk kulturálisan most erre van szükség, hogy átjárható legyen, mert mindkét oldalon a sztereotípiák hatnak, tehát nincsenek közvetlen tapasztalatok. Önnek se volt a hagyományérzéssel, szerintem ezt megelőzően tapasztalata, nekem sincs az ön létezésével tapasztalatom, ezért én a médiából értesülök olyan folyamatokról, amik lehet, hogy borzasztóan távol állnak a valóságtól, de ha megengedi, akkor én személyes irányba terelném ezt a dolgot, hogy hogy ismerkedtünk meg. Lehet erről beszélni? Hogyne, sőt. Mert én ezt fontosnak tartom. Tehát miután én látom ezt a problémát, hogy a társadalmat ez feszíti, én belenéztem a távcsőbe, és megnéztem, hogy ennek a nagy magyar univerzumnak melyik a legtávolabbi bolygója, és én önt láttam. Azért... Öntől én vagyok a legtávolabb, azt igen. Mondja? Igen. Igen? Igen. De miben? Ön homoszexuális kapcsolatban él. Ön egy baloldali aktivista. Ön mondjuk úgy, hogy a fiam lehetne, hiszen a lányom nálam fiatalabb.
Én egy heteroszexuális kapcsolatban élek, ráadásul tradicionális heteroszexuális kapcsolatban, amit predesztinál a környezetem. Az életmódunk gyökeres eltéréseket mutat. És én azért kerestem meg önt, mert hiszek abban, hogy a kettőnk közti kommunikáció adja meg ennek a nemzetnek a kulturális nívóját. Mert ha mi le tudunk ülni, és érett emberként tudunk egymással kommunikálni, akkor szerintem nincs veszve semmi. Én azt gondolom, hogy felelősen gondolkodó embereknek ezt látni kell, ezen munkálkodni kell, és mindenki a saját területéhez képest meg kell tegye azokat a lépéseket, hogy ezt felszámoljuk, mert egy sokkal élhetőbb országot tudnánk ezen keresztül létrehozni. Amiatt, hogy kialakult esetleg ez a fajta vélekedés, abban mennyiben játszott szerepet az, ahogy mondjuk a hatalom 2010-től kezdődően bánt ezzel az egész kérdéskörrel? Ez mindig felhozza, hogy a hatalom 2010 és O1G valószínű, de nézze, ez az ország nincs azon a kulturális nívón, hogy egy politikai változás, gyökeres változást hozna. Tehát itt szerintem kulturális előrelépésre van szükség, mégpedig azért, mert megpróbálunk jogilag orvosolni olyan helyzeteket, ami erkölcsi kategória. A jog a stílfűrész. És hogyha én egy társadalom szobrát akarom kifaragni, a stílfűrész nem adja meg azokat a finom vonásokat, mint a csiszolóvászon. Tehát szerintem szükség van a stílfűrészre, de igazából a csiszolóvászon fogja megadni azokat a finom karakterjegyeket, ami élhetővé teszi ezt a társadalmat. Olyan dolgokat próbálunk jogilag szabályozni, amit egy intelligens, kulturális társadalom meg tud beszélni. Érti? Homoszexualitás, családfogalma, most éppen amiben sok minden, az őrület, ami a színházokon végigfutott, beleértve az alkoholizmust, az abuzáció, stb. Ez mind azért van, mert sutyerákok vagyunk. És itt, ha valaki azt hiszi, hogy itt politikai pártok váltogatásával ez rendbe tud jönni, akkor óriási tévedésben van. A kultúrának kell itt elérni azt a szintet, hogy mi ne jogilag akarjunk szabályozni olyan dolgokat, amik erkölcsi kérdések. Mi a szerepe a politikának az ön világképében? Hát nem az, amit jelenleg betölt. Szóval most én azt látom a politikában, hogy egy rettenetesen kényszerpályán van, ezt a Geszti Péter fika kultúrának fogalmazta meg. Tehát most a karaktergyilkosságban látják az előrelépés lehetőségét, nem a konstruktív együttműködésben, de megint csak azt gondolom, hogy ezt csak a kultúra tudja lehozni, hiszen a politikusok azok közülünk kerülnek ki, tehát ezek mi vagyunk. Tehát nem lehet ilyen eltartott kisújjal beszélni a politikáról, mert ezek az emberek innét kerülnek ki. Azt tudjuk csinálni, hogy egy magasabb kulturális nívóra tesszük ezt az országot, és egy magasabb kulturális nívóval rendelkező politikusok lesznek. Tehát azt mondja, hogy amennyiben a kulturális élet szereplői kellő együttműködést tudnak tanúsítani, az magából képes húzni a politika világát? Nézze, itt van egy személyiségfejlődés is. Tehát az ember a születésétől a haláláig betöltött idő alatt jó esetben a személyisége tud fejlődni. És nem csak egy ember személyisége fejlődik, hanem maga a világ is egy fejlődésen megy át. Megnézhetjük azokat a személyiségfejlődési jegyeket, amiket mondjuk a pszichológia alkalmaz. Nagyjából ugyanezt lehet látni a világon. És a világ is változik. Ebben a változó világban, ami most hagyja maga mögött a racionalitást, jön egy új dimenzió, ez pedig egyfajta nagyobb szintű elfogadás, egyfajta intuitív gondolkodásmód. Ennek az előszelei már itt vannak. Ezt lehet érezni. De mi még nem az ötödik fázisban vagyunk, hogy a fázisokkal tisztában legyen, Piaget dolgozta ki a személyiségfejlődés öt fázisát a születéstől a tinédzser korig, míg eljutunk a racionalitásba. A racionalitást megelőzően a szülő feltétel nélküli tisztelete áll, a hatalom megkérdőjelezhetetlensége, majd 12 éves korban elkezdjük megkérdőjelezni a szüleink fennhatóságát, és szembe megyünk velük, és kialakul egy racionális tudatállapot, határozta meg nagyon pontosan Piaget. Az emberiség életében ez a francia forradalom. Tehát a francia forradalom volt az a pont, mikor 12 éves
korától az ember minden megkérdőjelezi a hatalmat, a Bibliát az enciklopédiára váltja le, a racionalitásnak óriási szerepe van. De sajnos Piaget azt gondolta, hogy ezzel vége a folyamatnak, és ezt a házat ötemeletesre építette, lezárta a folyamatot a racionalitással, ő úgy gondolta, hogy az emberiség itt elérte a végét. De jött Wilber, és erre az ötemeletre még ötemeletet húzott, úgyhogy ez jelenleg, ez az épület 10 emelet magas. Ugyanis a Piaget korszakában a spiritualitás és a pszichológia szemben állt egymással. Tehát egyik se ismert el a másikat. De hát mi pszichológiai és spirituális lények vagyunk. Itt a mi személyiségünk fejlődése azzal, hogy elkezdünk racionálisan gondolkodni, nem ér véget. Na most itt a francia forradalmat követően megjelent a racionalitás, megszilárdult a racionalitás, de a világ már kezd egy új korszakba belépni, ami egy sokkal empatikusabb korszak. Most nézzük meg azt, hogy beszéltünk a kettőnk közti különbségről. És itt hogy tud két ennyire különböző ember együttműködni? Hát úgy, hogy nagyon tisztelik egymást, elfogadják azt, hogy totálisan másképp gondolkodik az egyik, mint a másik, és megpróbálják így összerakni a világukat. Megpróbálom beleélni magam abba az élethelyzetbe, amiben ön van, ő megpróbálja beleélni magát ebbe, megértjük egymást. De ez tolerancia és empátia alapvetően. Ez tolerancia és empátia, de ez a következő korszak. Tehát ezt érezzük. Hát akkor ahhoz, hogy valamilyen kulturális nívóváltozás bekövetkezzen, ahhoz mondjuk a létfeltételnek az alapvetéseit biztosítani kell, hogy legyen a lakhatás, a megélhetésnek valamilyen biztonsága, ez pedig politikai kérdés alapvetően, kulturális. Én a kultúrát tartom első, tehát a kultúra fogja. Tehát azok, de az nem ad kenyeret az azok, embereknek, hogy igen? Értem ezt, de mégse így van. Tehát mégse így van. Mégis úgy van, hogy egy kulturális nívó határozza meg a gazdasági környezetet. Egy kulturális erkölcsi nívó ad egyfajta gazdasági nívót. Én erről ezt gondolom, mert az tud embereket följebb emelni. Önmagában mitől lenne magasabb szintű a gazdaság, hogyha nincs magasabb szintű szakmaiság, nincs magas szintű kultúra, érti? Tehát az nem úgy van, hogy ide tesszük a pénzt oda. Hát honnan lesz? Én ezekkel az elvekkel maximálisan egyetértek. Akkor másképp kérdezem, bocsásson meg, hogy mondjuk ha azt mondaná a magyar gazdasági elit, hogy elvisel egy 5% pontos társasági adónövekedést, ha cserébe elkötelezi magát a mindenkori magyar állam, hogy azt az 5% pontos társasági adó plusz bevételt, azt a mindenkori közoktatás fejlesztésére fogja költeni. Szerintem ebben jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok mindegyet érthetünk, hogy ez kívánatos volna a nemzeti boldogulás szempontjából. Ez mégiscsak egy politikai program, nem csak egy kulturális, van benne olyan elem is, de végső soron politikai hatalom kell, ami elkötelezi magát emellett. Nincs gazdasági elit. Tehát értem, csak nincs gazdasági elit. Tehát az a fajta gazdasági elit, aki kifele elad, és befele hozza a pénzt, ami egy elit, az nincs Magyarországon. És miért tehát nincs? Hát nézze, ez itt egy a kommunizmusból egy olyan rendszerváltásba csaptunk át, szerintem óriási hibákat elkövetve, hogy ez nem tudott kialakulni, és szerintem ugyanez, egy nagyon elhibázott rendszerváltáson vagyunk mi túl, és véleményem szerint 3 évtizeddel még ezután nyögjük ennek a katasztrofális állapotát. Ott szerintem el kellett volna engedni kölcsönöket, nagyon sok kölcsönt vettünk föl, meg lehetett volna egyezni. Nem volt jó külpolitikánk, nem volt jó belpolitikánk, az MDF teljesen tapasztalatlan volt kormányzás terén, nagyon gyorsan visszarendeződött. Az elitet egyszer és mindenkorra, tehát a politikai elitet egyszer és mindenkorra ki kellett volna zárni. Tehát aki részesen... De ez nem túl naiv elvárás? Aki részesen... Lehet sérülni egy teljes elitet, egy rendszerváltással? Nem, hát ezt megcsinálták a csehek véleményem szerint. Tehát azt mondták, hogy aki az előző politikai kurzusban részt vett, az mostantól kezdve parkolópályán van. Mert iszonyatos feszültségek forrása ez. Szerintem meg tudták csinálni. Mit gondol 2010 után, milyen irányba ment ez az ország? Hát én azt látom, hogy négyesbe vissza lett rakva a zsigulit. Ugye a világ megy a 6-os felé, nagyjából 5-ösbe kéne lenni, de a személyiségnek egy alacsonyabb fejlettségi fokára lett visszakapcsolva. Tehát a demokrácia az egy magasabb rendszer, mint a diktatúra. De ez nem jelent semmit, mert egy semmit érő demokrácia az lehet rosszabb, mint egy jól működő diktatúra.
Beszéljünk egy picit erről az úgynevezett magyarkodás kérdésköréről, mert engem kifejezetten érdekel, erről mit gondol. Nyilván egy rendkívül nívótlan és nagyon méltatlan vád az, hogyha bármiki ilyen jelzőkkel illeti az ön tevékenységét, de közben meg érdekelne, mit gondol arról az esetleges irritáltságról, ami mondjuk akár egy magyarságkutató intézet megjelenésével kialakulhat a szélesebb közvéleményben, nevezetesen, hogy miközben fontos lenne ismerni a hagyományunkat, fontos lenne ezzel valamilyen módon történelmi szakmai szempontból is professzionálisan foglalkozni. Ekközben azt lehet látni, hogy elképesztő közpénzekből a leggicsesebb megközelítésekben ilyen értelmezhetetlen rajzfilmeket előállítva és egészen abszurd tudományos tételekre alapozva működtetnek ilyen intézményeket. Mit gondol erről az a folyamatról, és látja a veszélyt annak, hogy ez pontosan devalválja azt a minőséget, vagy azt a megközelítést, amit ön szeretne propagálni? A magyarkodásra visszatérve, hagyományőrzésről, én azért tartom nagyon sok esetben jogosnak, mert nagyon sok esetben a forma megelőzte a tartalmat. És ott, ahol a hagyományőrzésben csak a forma van, az engem is irritál. Mondanak példát? Hát minden, tehát minden egyes hagyományőrző rétegnek, legyen ez a huszárság, legyen ez a lovasiászat, ott vannak azok az emberek, akikkel nem szívesen válunk közösséget azért, mert kizárólag... Hát a valamiért vagy a valami ellen. Tehát azért azt a magyarság lélektanában bent van egy sértettség. Nagyon sok sértett generáció, nagyon sok sértett réteg van itt együtt, és a sértettségét helyezi előtérbe, és demonstratíve valami. Tehát nem azért lovasiász, mert élhal a lovasiász, hanem demonstrál ezzel valamit valaki ellen. Nem azért huszár hagyományőrző, mert ő a tartalmat akarja vinni, hanem demonstratíve csinálja ezt. Hála a jó Istennek, ezeknek a lélekszáma nem túl nagy, de vannak, és én azt gondolom, hogy ezek teljes joggal jelentenek irritációt. Láttunk zsidó zászlót égetni honfoglaláskori nemes süvegbe és kaftánba, nem tudom, emlékszik-e, volt egy ilyen, és amikor számon kérték, akkor azt mondta, hogy valami gyógyszer hatására történt, ez szánalmas. Tehát rengeteg vállalhatatlan dolog van, hozzátartozik ez a dologhoz, és hogyha az emberekből ez ellenérzést vált ki, teljes joggal vált ki ellenérzést. Beszéljünk a homoszexualitásról, hogyha már ezt amúgy is kiemelte a beszélgetésünk kezdetén. Én azt feltételezném, hogy a különböző hadseregekben, de akár törzseken belül is a férfi szerelem története vagy jelensége azért ez nem lett teljesen ismeretlen. Ön hogy viszonyul ez a kérdéskörhöz? Nem tudom. Tehát nekem nincsenek ilyen történelmi ismereteim, hogy a homoszexualitás az hogyan jelent meg. Olyanok vannak, hogy ezt az ember mindig másképp kezelte. Tehát ez mindig kultúra függő volt, hogy a homoszexualitást elfogadta, beemelte, elutasította. Hát én itt az a generáció vagyok, ahol a legnagyobb elutasítottsága volt a homoszexualitásnak. 1982-ig börtönnel büntették a homoszexualitást. Ugye? Nem tudom, hogy a 60-as évek végén történt meg a dekriminalizáció, de... 82-ben változott ez meg. Tehát az én generációm körében szerintem a legnagyobb elutasítottsága volt a homoszexualitásnak. Ez a generáció, amihez én is tartozom, elfogadja. Véleményem szerint a Magyarország lakosságának többsége, és most abból indulok ki, hogy az én környezetemben ez hogy van, elfogadja. A folyó folyhat, a hordalékot nem tudják elfogadni. A papot, az micsoda? A papa keresztel, maszturbál, a Nagy Magyarországban benn van egy fallosz, és ott van egy árpádsávos lobogó. Tehát az a fajta penetráció, amit de ezek nem ugyanúgy azok a szélsőségek, ugyanaz, amiket a magyarkodás kapcsán számok kérnek önökön? Tehát, abszolút ugyanaz. Nem biztos, hogy ez bármit is elmond egyébként a fősodorról. Így van. Tehát akkor valószínűleg azt érdemes rögzítenünk, hogy ne a extremitások felől irritálódjunk, hanem fókuszáljunk a többségre. Pontosan. Tehát én azt mondom, hogy ez rettenetesen elutasító, és szerintem ezekkel a fölvonulásokkal, a fölvonulásokon belüli extrém magamutogatás, irritáció. Szóval ez volt az, ami szerintem a nagy ellenállást kiváltotta. Szerintem sokkal jobb lenne a megítélés, hogyha ez nem történt volna meg. Az én gondolkodásom az, hogy én
én vállalom azt a fajta tradicionális párkapcsolatot, amit én mondtam, hogy egy kilométerre van a legközelebbi ember. Itt társadalmilag az én feleségem teljesen más feladatokat hajt végre, mint én. Abszolút, tehát nem ő ül a traktoron, nem ő vágja a fát. Ugye, tehát itt fölépül az a rendszer, ami szerintem évezredeken keresztül egyfajta minta volt, de én nem gondolom azt, hogy önnek így kéne élni. Én nem gondolom azt, hogy ez egy városi környezetben ebből bármi is megvalósítható lenne. Tehát olyan mértékben változik az ember környezete, és olyan mértékben változik a kulturális közeg, amit én fontosnak tartok, ezek az egymást nagyon eltérő struktúrák együttélése. Mert a komplexitás az egymástól nagyon differenciált dolgok integrációjából jön létre. Ez a komplex. Érti? Ha nem az, akkor az nem egy komplex rendszer. Tehát nagyon differenciált dolgokat képes vagyok integrálni, ezáltal tudok létrehozni komplex rendszereket. Ami nem azt jelenti, hogy itt kitagadok, meghaladok, megtagadok, nem tudom, mit csinálok dolgokkal, hanem megpróbálom beemelni a rendszerbe nyilvánvalóan egy megfelelő kulturális nívom. Ez nagyon hosszú lett, Gulyás úr. Semmi baj nincs azzal, még van is még kérdésem. Én csak azon gondolkoztam egyébként, hogy simán el kéne mennie csak a Pride-ra lóháton, és akkor hirtelen azt gondolom, hogy nagyon kevés ilyen extremitás lenne, ami versenyre tudnak elni önnel, és adna az biztos. Én nem hiszek ebben. Tehát én ezt egy magamutogatásnak gondolom. Nem hiszem, hogy a szivárványos zászlókat középületekre el kell helyezni, szóval más. Ez irritálja? Nem jó szó az irritáció. Nem felel meg az én kulturális elképzelésemnek. Érti? Tehát, de miért mit közvetít a szivárvány színű zászlói közintézményen? Egy nyomulást közvetít. Egy valaminek a túlhangsúlyozását közvetít. Tehát semmilyen irányba nem szeretném. Tehát ott van az egy magyar közintézmény, ott van egy nemzeti lobogó. Én ezt akármit látnék ott. És azt, hogy a nemzeti lobogó mellett egy napra megjelenik egy zászló, és csak annyit jelez, hogy ezek az emberek is a nemzetközösség részei. Igen, de én ezt nem, azért nem tartom helyesnek, mert még annyiféle ember van ez. Tehát nem jó ez a fajta. Hát nekik is legyenek kint a zászlójuk. De hát most ez ne, tehát én azt mondom, hogy ne. De még egyszer mondom, tehát én... Nem, bocsánat, az nem jó, hogyha hangsúlyozzuk a nemzetnek a diverzitását, azt, hogy egységben is sokszínűen vagyunk együtt. Ez nem hangsúlyozza. Véleményem szerint az, hogy egy szivárványos zászlót felrakok egy középületre, ez nézze. Szerintem ez abból fakad, hogy itt volt egy olyan társadalmi réteg, ami nagyon hosszan el volt nyomva. Én azért értem meg, és azért vagyok toleráns, mert elképesztő előítéletekből és elképesztő hátrányból kell indulni ennek a társadalmi rétegnek. De ezek extremitások. Tehát amikor ez a helyzet normalizálódik, véleményem szerint nincs ilyenre igény. De tudja, mi kellene ahhoz, hogy ne legyen többet Pride? Jogegyenlőség az azonosági pároknak, és soha többet nem kellene felvonulni senkinek. Hát csak ez nem így van. Mert ahol megvan ez, ott is megy tovább. Tehát nem áll meg. A problémája tudja ennek az egész dolognak az, hogy nem látja a társadalom azon része, aki nagyon komoly ellenérzésekkel van ebbe az irányba, hogy ez a folyamat leállna. Nem áll le. Nem állt le az Egyesült Államokban, nem állt le Kanadába. Ezek megy, és... De mitől fél? Tehát mi az a lépés, amitől tart, hát hogy odáig eljutunk, és az már nem kívánatos? Hogy itt egy új társadalmi berendezkedés jelenik meg. A normalitást válasszuk ki az extrém exhibicionizmustól, ezektől a szélsőséges dolgoktól, ezt el kell választani. Csak tudja, mi a probléma, hogy azért nagyon nehéz normalizálódni, tehát én nagyon szeretnék decens polgári életvitelt folytatni a párommal, konkrétan ugyanolyan polgári életvitelt folytatni, mint nagyon sok heteroszexuális pár, csak nagyon nehéz, amikor olyan törvényt fogadnak el, ami azt állítja, hogy a homoszexualitás a pedofíliával egyenértékű, és ilyen értelemben ettől meg kell védeni a felnövekvő generációkat. Akkor nagyon nehéz nem extremitásként megélni saját magamat, de ez nem az én döntésem, ez a hatalom döntése rólam. Nem ismerem ezt a törvényt, nem tudok azért erről beszélni. Én elmondtam a törvényekről való véleményemet. Erkölcsi kérdéseket nem tudunk törvényileg szabályozni. Ugyanezt tudom elmondani. Ez világos, csak ki definiálja, és mi alapján mi az, hogy normalitás?
Nézd, én azt nem tartom normálisnak, hogy ezek a szakállas nőnek öltözött bácsik demonstrálnak általános iskolákba. Mert én beszélek a szülőkkel, de én Amerikába tanítok, tudja? És amikor megy az edzőtáról, beszélgetünk ezekről a dolgokról, és akkor mondják a szülők, hogy hát ő nem viszi aznap a gyerekét az iskolába. Igen ám, de most már felfigyeltek rá, és elkezdik számon kérni. Érti? És ez baj. Hát amikor átesünk a ló túloldalára, ez baj. De törvényszerűen átesünk a ló túloldalára. Én látok ebbe életszerűséget, látok ebbe törvényszerűséget. Én türelmes vagyok ezekkel a folyamatokkal, és hiszek abba, hogy egy kulturális nívó meg tudja ezt határozni, hogy most elértük a célunkat. Én ezt nem látom. Tehát én az aktivistában látom a problémát, aki az eszközében látja a célt. Érti, amit mondok? Azt hiszem. Amikor elszabadul a hajóágyú. És ez senkinek nem jó. De ezek ott vannak, és mennek mind a tank előre, és már gyakorlatilag már elértük, amit akarunk, de még mindig megyünk tovább. A probléma ebbe van, és amikor itt valami fajta jogi keretet akarnak ennek adni, az azért rettenetesen elhibázott, mert ezek erkölcsi kérdések. Biztos hosszan tudnánk még erről beszélni, de egyrészt mindjárt meg fogunk fölni itt a hőségtől. És már másrészt egy rendkívül incsiklandó halászlé vár ránk, de még két kérdésen gyorsan lenne. Az első, hogy mindaz a tudás, amit felhalmozódott. Szóval mi lesz ezzel? Gondolkodik-e már azon, hogy ki fogja ezt továbbvinni? Gondolkodik-e már azon, hogy hogyan fog ezt továbbvinni akkor, amikor ön már nem lesz? A palacból kiszabadult a szellem. Tehát ezzel gondoljon abba bele, hogy mi a sport. Hát általában a minden, ami harc, abból sport lett. Tehát az íjászat, a gerelyhajítás, a lovaglás, a minden. Mindenből sport. Tehát gyakorlatilag az ember extrém hobbikból, harci művészetekből, mindenféléből sportot csinált. Nagyon érdekes, hogy a lovas íjászat kimaradt. Ez olyan furcsa. Tehát, hogy lovagoltunk, íjáztunk, mindenfélét csináltunk. A lovas íjászat, ami birodalmakat határozott meg, és óriási kulturális hatást gyakorolt a világra, ez valahogy nem maradt meg. És most ez a szellem kiszabadult ebből a palackból, és én felhasználom a lovas íjászatot arra, hogy a magyar kultúrát a világon szélesebb körben megismerjék, és én elvégeztem a dolgom. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt nekem most itt agyalnom kellene. Fölépült egy rendszer, elkezdődött ez a folyamat, feltételezem, hogy akik tovább viszik, másképp fogják csinálni. Nem gondolom. Az én felelősségem az, hogy egy tiszta rendszert adjak át az utánam következő generációnak. Nincs korrupció, úgy építettük föl, hogy nem kaptunk hozzá támogatást, függetlenek voltunk politikától, gazdaságtól, nagyon lassan haladtunk, de meg tudtuk csinálni ezt a dolgot. Én egy nagyon tiszta rendszert adok át a következő generációnak, és nincs bennem ilyen aggodalom, hogy Uram Isten, mi lesz, hogyha... Ugye ebben az interjúban is azt hangsúlyozta, hogy mennyire elválasztja magát a pártpolitikától, hogy pont azért, hogy azt a kulturális missziót, amit fölvállalt, be tudja teljesíteni, nem szabad, hogy érintkezzen a pártos logikával. De ehhez képest láttam meglepve, hogy egy májusi Mi Hazánkos majálison megjelent a kassai lovasi íjászat. Ugye a Mi Hazánk egy vállalatlan szélsőjobboldali párt, igazán rossz hírük van a szélesebb nyilvánosság előtt. Ráadásul azt gondolom, hogy a velük való együttműködés, esetleges együttműködés pont azt erősíthet, amit szeretne letolni magától, hogy ez valami fajta magyarkodó extremitás lenne. Vállalt-e ilyen szerepet a Mi Hazánk rendezvényen, és ha igen, akkor miért, azt megkérdezhetem? Vállalok szerepet rendezvényen, és én mindenhova elmegyek, oda, ahol ezt a kultúrát be tudom mutatni, mert 2000 ember ismerkedett meg ezzel a kultúrával. És önnek van egy véleménye a Mi Hazánk mozgalomról, megmondom őszintén, hogy én nem ismerem ennek a mozgalomnak a tevékenységét, de ott 2000 ember látta. Ahol engem nem fog látni, ahol lisztet finganak, tojást törnek a fejükön, és tortával dobják pofán az embereket. Tehát én mindaddig ott vagyok. Én fontosnak tartom azt a 2000 embert, hogy ezzel a kultúrával megismerkedjen. Nem gondolom arról a 2000 emberről, hogy szélsőséges lenne. És volt olyan helyzet, ami vállalhatatlan volt, a Magyar Sziget. Én a Magyar Szigetnek is vendége voltam, és ezek nagyon érdekes dolgok. Én elmentem, de nem tetszett, amit ott látok. Tehát, miért nem tetszett? Én már ott nagyon szélsőségesnek láttam ezt a dolgot. Nem láttam ott
kezdtem azt érezni, hogy ott nem erre a kultúrára van szükség, hanem az egy ilyen törzsi szellem. Tehát az valahol az a rendezvény az csúszott le, de az se úgy történt, hogy nemet mondtam, hanem úgy meg voltam hívva a rendezvényre, voltam 3 rendezvényen vagy 2-n azt megelőzően, és úgy tettem föl a lovomat a lószállítóra, és úgy a ló nem nagyon akart fölmenni. És akkor fölhívtam a szervezőt, hogy nem tudom vállalni ezt a dolgot. Tehát nem, ott már nem éreztem ezt. És Torockai Lászlóval a közösséget vállalni? Ilyen szempontból nem volt ennek visszás? De én nem vállaltam bele a közösséget. Tehát egy általa szervezett rendezvény volt? Akkor sem vállaltam bele a közösséget. Akkor ha mondjuk Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely hívnál, oda is elmenne? Hát nézze, nézze, hogyha egy kulturális tevékenységet elkezdünk ilyen szinten politikával átitatni, az óriási baj lenne. Hát az óriási baj lenne, hogyha itt válogatnák a közönséget, hogy ide kijöhet be a völgybe. Óriási baj lenne, hogyha valaki elkezdené meghatározni nekem azt, hogy én hova mehetek és hova nem mehetek. Tehát nézze, én a Hajógyári szigeten bemutatóztam, megcsináltam a bemutatómat, végigcsináltuk a hétvégét, hullafáradtam, összepakoltunk, fölraktuk a lovat, és mentünk ki a szigetről, és jön a rendező, Kassai úr, jöjjön vissza, mondom, ne viccelj, most fejeztük be, azt mondja, bármennyi pénzt megadok önnek, jöjjön vissza, mondom, szó nem lehet róla, hát elindultunk haza, fönn vagyunk. A Demszky Gábor itt van, a polgármester úr, és egy dolgot szeretne látni magát, jöjjön. És akkor visszamentem, lepakoltam, és megcsináltam a bemutatót, mert a Demszky Gábor egy keleti delegációt hozott. Azok voltak a vendégei, és a magyar kultúrának a gyökereit szerette volna bemutatni, és ez egy olyan, nyilvánvalóan ez a bemutató, kazakok, nem akarom, kirgizek, nem tudom, hogy kik voltak, egy színes keleti delegációval volt ott. Én nem vettem volna le a lovamat, hogyha nem értem meg. Elmondja azt, hogy ez azért fontos, mert itt van egy keleti delegáció, és szeretné bemutatni azt, hogy nekünk ilyen kulturális gyökereink vannak, és akkor levettem a lovat, és megcsináltam a bemutatót. Tehát ha Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely augusztus 20-ai ünnepére meghívná, adott esetben elvállalna, elviekben akár elvállalná? Azt kéne, hogy tegyem. Nekem kötelességem, igen. Igen, ott emberek vannak. És képes is lenne rá? Nézze, nem, nincs ilyen irányú felkérés. Tehát, lehet, hogy lesz az utána videó után. Hát, próbára fognak tenni. Én azt mondom, hogy nekem ez, nézze, Én két dolgot mindig szétválasztottam, a szemét és az intézményt. Uh-huh. És én, mint személy, sok helyen nem jelentem volna meg, de mint intézmény úgy gondolom, hogy kötelességem ott lenni. De ez akkor sokszor vigyaskodik önben? Nem sokszor, de van. És nekem határvonalat kell húzni a személy és az intézmény között. Nekem, mint személynek sokkal radikálisabb véleményem van, mint személy nekem nagyon markáns politikai véleményem van, mint intézmény ezt én tapintatból vissza kell, hogy fogjam, mert én egy nagyon nagy közösségnek vagyok a vezetője, és nem akarom az én politikai, filozófiai, vallási véleményemet erre a közösségre operálni. De akkor miért nem húz egy határvonalat, hogy nincs párpolitikával semmi fajta érintkezése Kassai lovasi jászhatnak? Márton, ezek emberek. Nem mondom azt, hogy mint kérdésként bennem nem jelenik föl, de mint mikor kérdés följelenik, akkor én mindig az intézménnyel lépek itt föl, hogy ne, én ezt nem engedhetem meg. Mert nem tudom, hogy hány mi hazánkos van ebben a közösségben. Nem tudom, hogy hány fideszes van ebben a közösségben. Nem tudom, hogy hány DK-s van ebben a közösségben. Érti? Mert nem fogom magától megkérdezni a nem identitását, a politikai identitását, a vallási identitását, ön lovasi jászni akar tanulni. Most, hogyha én vezetője vagyok ennek a közösségnek, akkor nekem vállalni kell azt a szerepet ezzel az emberekkel, hogy én nem viszem bele őket olyan dologba, ami mondjuk ellentmond ennek. És én ezt nyugodtan megtehetem, mert ez egy kultúra. Minden határon túl vagyunk már, de nem érhet véget úgy az interjú, hogy nem meséli el, hogy nem szerepelt a Friderikus Show-ban. Ja, hát úgy nem szerepeltem, hogy az egy ön tehát az egy ripacskodás lett volna. Tehát de miért? Hát nézze, mert nem honfoglaláskori kaftánba és üvegbe ülök itt önnel szembe, mert nem lenne normális.
És erre szólt a felkérés? Hát, hogy egy ott a Kunigunda utcájának a betonozott parkolójába autók között én ott lovasíjászak, menjek be a stúdióba lovon, ott a formáról szólt a dolog, ott nem lehetett volna tartalmat közvetíteni. És azt se sajnálja, hogy kimaradt így az életéből a Fidel? Nem. A Partizán minden esetre nem maradt ki. Nagyon köszönöm egyrészt a meghívást, másrészt pedig azt, hogy lehetőséget biztosított erre a beszélgetésre. Hát én köszönöm. Ez volt a beszélgetésem Kassai Lajossal, lovasi ijásszal. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha eddig még nem tetted volna meg, használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha pedig előfizetnél a Partizánra, azt megteheted a Patreon felületünkön keresztül, megtaláld a linket a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtalálsz bennünket a legnagyobb podcast platformokon is, tehát nem tudod nézni, akkor tudod hallgatni is a Partizánt. Hamarosan találkozunk, munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, addig is, ciao.